bűnbeesés előtt az első ember vállalkozott. Mózes első könyvében olvashatjuk. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sajasztotta az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és Édenre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert legöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. A Bibliában az ember túlvilági utalma lehet a visszatérés a paradicsomi állapotokhoz. A legtöbb kultúrában megtalálható egy olyan táj vagy kert leírás, mi az ember ideális létfeltételeit összegzi. Az ókori görögök szeretett Arkádiája is egy idillikus, harmonikus környezet. Napfény, melegség, derű, zöldellő dombok, kékellő ég. A római Vergilius eklógáiból, pásztori témájú műveiből ismerhetjük meg ezt a világot. A középkori ember gondolkodásának középpontjában a túlvilág állt, a földi élet szépségének nem sok figyelmet szentelt. Viszont a reneszánsz korszaka felfedezte a környező világ szépségét. A táj önálló esztétikai öröm forrásává Petrarkánál válik, akiről feljegyezték, hogy először mászott hegyre azért, hogy onnét körülnézve a látvány szépségében gyönyörködjön. A reneszánsz festészetben a tájkép a háttér funkciójából emelkedik ki, s válik lassan fő témává. Minél a pásztor már sápadni látja sugarait a napnak, mely robotját elvégző, s szürkül kelet vidéket, föltápászkodva fogja a régi botját, s füvet, fát, forrást hagyván, indulása nógatja nyáját pihenőhelyére, és kunyhóját elérve távol a nagyvilágtól, zöld dombot tép az ágról, elszórja, rádől, s alszik rendületlen. Te meg csak bíztatsz, ámor, hogy kövessem a vad léptét, nyomát, hangját, ki vérem venné talán kegyetlen, de meglapul, s fut, el nem éred, s érem. Már az aranykor mítusz is utal rá, hogy a természet és az ember közötti meghitt viszony veszélyeztetett. A harmónia csak időleges. A természet nagysága előtti hódolat fejeződik ki a fenséges esztétikai minőségében. A természet festésében először a barokkban jelentkezik, majd a romantikában válik a természetábrázolás központi kategóriájává. És még a kis füvecske is. A legkisebb férgecske is annak hathatós jelensége, hogy a teremtő felséges. Minden dolga dicsőséges, megmérhetetlen bölcsessége. Ó, milyen boldog az ember, kinek hasznot hajt főid, tenger, a nap, hold, csillag ragyog érte. A német romantikus gondolkodás felfedezi a középkor keresztény misztikus gondolkodást, melyben a táj szimbolikus jelentőségű. A természetet Isten megnyilvánulásának tekintették. E gondolkodásmód képzőművészeti vetülete Caspar David Friedrich és a nazarénusok festészete. Ó, vad nyugati szél, őszt lélegző, te túlvilág jelen is, halált idézek kísértett varázserő. Sápkorossá lő, vagy lászpírra vált, s pestis ragályban hull a lálom. Szekéren rablod nyár szárnyas borbát, és télágyában mélyen eldugod, akár a hullát sírboltjába lent. Ős szellem, kítélt kísértést nyüge rajtad. Pusztító vagy, s megőrző. Hald, ó, hald! Villámjártodban, mint hervat levél, meg annyi lomha felhőszálva hull, hol óceán, s megdobja összeér. Csontvári Koszkati Badar a tragikus sorsú, látomásokkal küzdő magyar festő számára a természet szintén önmagát meghaladó, transzcendens világ. Képeiben a modern ember küzdelme fejeződik ki azért, hogy visszataláljon a természet éprendjébe. A természetfestés sajátos válfaj alakult ki a német alföldön a 16-17. Században. A tájkép a városképpel összecsúszik. Fontos téma a tengeri látkép, amely a hollandok sajátos életmódjából fakad.
A Beduta szó szerinti jelentése látkép, városkép. A flamand festészetben, majd Velencében válik népszerűvé. Jellegzetessége, hogy az egész város átfogó megjelenítésére törekszenek, gyakorta valamely magaslatra ábrázolva. Fontos követelménye a pontosság, de a lényeg kiemelése céljából lehet torzítani, fontosabb épületeket kiemelni. A tájképfestészet izgalmas területe a vízábrázolás. A tengeri népek számára különösen fontos életelem. Ugyanakkor izgalmas festői kihívás a víz fényének, csillogásainak, tükröződésének, fodrozódásainak ábrázolás. Külön érdekes a víz színeinek visszaadása, az egybefüggő vízfeleletnek nagyságából fakadó lenyűgöző hatás megteremtése a festővásznon. Fontos feladat az úgynevezett atmoszféra ábrázolás, a levegő perspektíva. Az ég a vízzel ráhajol a látóhatáron valahol. Az ég a vízzel összeér. Az ég a víz gyöngyházfehér. Így látom én fektemben itt a táj elnyugó fényeit, miközben párcam elrepül. Az ég a tó elszenderül. Oly nyugodalmas most a táj. Boldog vagyok. Semmi sem fáj. A plenár festőket elsősorban a fények és a színek izgatták, ezért elsődleges színterük a szabad tér. Az érdekelte őket, hogy miként módosítja a látványt a megvilágítás, a színeknek a felületre való felrakása és az emberi szem működése, esetleges torzításai. A természet ábrázolásának visszatérő témája a természet változása, a napszakok és az évszakok különbségeinek érzékeltetése. Már a középkorban kialakul egy olyan hagyomány, amely az évszakok változásának bemutatására szolgál. Eredetileg a kalendáriumok illusztrálására használták. A modern festőket a napszakok és évszakok festésének sajátosan festői problémái foglalkoztatják. Miben más az atmoszféra a különböző fázisokban? Sajátos formája a tájképfestésnek, amikor a festő célja saját belsője kiállapotának, érzelmeinek, hangulatainak kifejezése. Különösen szemléletes példa erre a tragikus sorsú Van Gogh művészete. Miért festünk rajzunk tájat ma? Mert sokrétű, színes, izgalmas. Az alföldi iskola gyűjtőnél azok a festőink tartoznak ide, akiknek alkotásainak fő témája a magyar alföld. 20. században jött létre, nem volt sem helyezkötve, sem pedig izmushoz, irányzathoz. A modern tájképfestészetben a tájak időnként egészen a fő erővonalként egyszerűsödnek, máskor lírai, drámai torzulásokra szenvednek, megint máskor sajátos belső tájakká, tájrészetekké, vagy lélektájakká alakulnak. Ha festő volnék, tengeri tájt, hegyekre mászó fák surait, hajófüst árnyát, barna csíkot az áttetsző kék tiszta vízen, s fehér sirályt a vízre, fehér felhőt az égre, sötét romot hegyem csúcsára, végbarikat az oldalára játszani festenék. Ó kép, ó színek, ó vigasz, alkotás! Én azt gondoltam, hogy dombokat és fákat rajzolok,
A hegyeket zöldre színeztem, és rajzoltam egy patakot és fákat is. Sok színt használtam, mert szeretem a vidám színeket. Nagyon jó lenne ott játszani, szeretem a természetet. Mielőtt hozzákezdtem a rajzoláshoz, elképzeltem, milyen lesz a kép. Aztán, mikor elkezdtem, úgy éreztem, elragad a képzelet. Rajzoltam hegyet, fát, nyulat. Mikor már majdnem kész lett, még egy kicsit üresnek éreztem. Ezért még több színt raktam bele. Illatos virsztallal csináltam, így nagyon jó illatú lett. Borongós őszi napon fogtam a papíromat és virsztallaimat, hiszen ismét vidám dolog jutott eszembe, amit lerajzoljak. Kiválasztottam kedvenc színeimet és nekiláttam a rajzolásnak. Színes kövekkel teli hegyoldalakat rajzoltam, melyek között jó lenne sétálni. A helyről szép a kilátás. Látom a várost, ahol nyaralunk. Szeretek tájképet rajzolni. Jó érzés volt lerajzolni egy várost. Azért a várost választottam, mert szép, színesek és sokfélék a házak. Szeretem a színeket. A képem szerintem egy igazi színkavalkád lett.